Jó estét kívánok! Kezdődik az Esti Közelkép, ahol ma is aktuális helyi témákról beszélgetünk. Rendkívül fontos a szakmátok Debrecen számára. Ezt Papp László polgármester mondta a DSC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum karrierhetének egyik múlt heti rendezvényén. Ez a gondolat is jelzi az ágazat felértékelődését, hiszen az éttermek, vendéglők mellett a szállodaipar is komoly hídfőállásokat épít ki Debrecenben. E terület kiszolgálásában pedig a helyi oktatásnak is nagy szerepe van. Ennek elismeréseként Makai Mária, az intézmény igazgatója, miniszteri elismerést vehetett át a fővárosban. Köszöntöm a stúdióban Makai Máriát, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképzőiskola igazgatóját. Kedi Csokolom, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Na hát először is gratulálok ehhez a miniszteri elismeréshez. Ez azt hiszem, hogy talán ez is jelzi azt a munkát az ön személyes teljesítményén túl, amit az intézmény, amit igazgat, letesz az asztalra. Hogyan látja diákok, hogyan látják ennek a hivatásnak, ha mondhatom így, a jövőjét, jelenét? Köszönöm szépen a gratulációt. Én is úgy gondolom, hogy ez nem csak az én munkám eredménye, hiszen szükséges az, hogy az oktatói testület támogasson, együttműködjön, és ők is azon dolgozzanak, hogy a tanulóink a lehető legjobb képzést kaphassák, és a munkakörüket a lehető legmagasabb színvonalon láthassák el. Melyek ezek a munkakörök, amikre önök kiképzik a fiatalokat? Nálunk két ágazat van, a kereskedelem az egyik, ahol kereskedő és webáruházi technikusokat képzünk. Ez egy viszonylag új szakma, viszont a kor megköveteli. Abszolút a piaci igényekre nyit. Így van. A létjogosultságát, a kereskedelmi értékesítő, ugye régen a bolti eladók voltak. Én azt gondolom, hogy az ő munkájuk is feltétlenül szükséges a mindennapi életünkhöz. Illetve szeptembertől indítjuk az idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus képzést logisztika szakirányban. A vendéglátó ágazatban, turisztika és vendéglátás ágazatban van cukrász technikus, szakács technikus, vendégtéri szaktechnikus, illetve cukrász, szakács, pincér, vendégtéri szakember képzésünk és panziós, fogadós képzés is. Tehát ezek a klasszikus vendéglátóipari szakmák. Ezen a karrierheti rendezvényen elhangzott az, hogy Debrecenben azért is nagyon fontos az itt tanulók jelenléte, mert hogy az ide látogatók, és hogyha már említette, nyilván hát a boltok, élelmiszer, láncok, stb. Nap mint nap találkozhatunk ezekkel a kollégákkal. Miért fontos, hogy karrier hét során az ott szervezett programok elegyével mutassák be a lehetőségeket? Mennyire aktívak ezen a munkaadók, illetve maguk a fiatalok? Azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert Debrecen nem csak az ipara miatt jelentős város, hanem az idegenforgalma miatt is, és ezt már régen úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos az, hogy a kereskedelemben, vendéglátásban tanulók milyen felkészültségűek, hiszen ha bárki ide jön Debrecenben, akkor velük találkozik először, tehát az első benyomásokat itt náluk szerzik, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez a benyomás kellemes legyen, a mi szerepünk elengedhetetlen. Pontosan ezért gondoltuk azt, hát lassan 15 éve, hogy az akkor még Leonardo, most Erasmus Plus program keretében külföldi gyakorlatra, szakmai gyakorlatra küldjük a gyermekeinket, és azt kell mondjam, hogy ezek egy-két hónapos gyakorlatok voltak, hogy nagy örömmel láttuk azt, hogy mennyit fejlődtek. Tehát nem csak szakmai tapasztalatot szereztek, hanem a személyes kompetenciáik is fejlődtek, sokkal együttműködőbbek voltak, megnőtt az önbizalmuk, arról nem beszélve, hogy az idegen nyelvi kompetenciájuk is fejlődött. Annak nagyon örültem, hogy ebben partnerek voltak a munkáltatók is,
hiszen ők elengedték és beszámították a gyakorlatukba ezt a külföldi szakmai gyakorlatot. Jellemzően hova és milyen területre mentek a fiatalok? Először vendéglátással kezdtünk, egy német partnerrel. Ott már Türingiában voltak a gyerekeink, egy hónapos szakmai gyakorlaton. Nagyobb szállodákban, kisebb magánpanziókban. Egy fontos dolog volt, hogy nekik nagy gyakorlatuk volt a gyakornokok képzésében, és nagyon sokat törődtek a tanulóinkkal. Tehát nem csak a szakmai gyakorlat, hanem egy kis kirándulás, szabadidős programunkat is szerveztek. Most már a kereskedelmi ágazatból is tudnak menni gyerekeink Németországba. Amikor beszélgettünk, említette még Franciaországot, Olaszországot, a komoly... Olaszországgal egy iskolával volt kapcsolatunk, ott két hónapos szakmai gyakorlatra mentek a gyerekeink, szintén szállodákba és neves éttermekbe. Hát a komoly tópartján azt gondolom, hogy nagyon szép helyen szerezhettek tapasztalatokat. Akár George Clooney-nak is felszolgálhattak volna, hát adott fel esetben valamit. A túlsó parton van a ház, azt felderítették a gyerekeink természetesen. És ami külön öröm számomra, hogy a legtöbb helyen azt mondták, hogy szívesen látják őket a későbbiekben is. A magyar vendéglátósoknak jó a hírük külföldön. Ez jó dolog. Én azt mondom, hogy azért mennek ki, hogy tapasztalatot gyűjtsenek, megtanulják azt, hogy milyen elvárásai vannak a német vendégeknek, az olasz vendégeknek, és ezt itthon kamatoztassák, mert ez azért ez fontos dolog. Franciaországgal most az utóbbi egy-két évben vettük fel a kapcsolatot, mind a két ágazatban mehetnek gyakorlatra a gyerekek. Éppen most fognak indulni egyébként 31-én kéthetes szakmai tanulmányútra a gyerekeink. Ők vendéglátósok, illetve a kollégáink is mennek ilyen szakmai tanulmányútra Franciaországba. Hogyha már említette, az valóban kulcskérdés, hogy ezek a fiatalok maradjanak is itt, aztán a karrier útjuk az lehetőleg itt Debrecenben teljesedjen ki, vagy legalábbis induljon meg. Ebben mennyiben segít a karrierhét, illetve ennek a rendezvényei, az itteni, a debreceni munkaadók mennyire nyitottak, fogadókészek az önök diákjai felé? Ugye nagyon sok partnerünk van, ahol már szakképzési munkaszerződéssel vannak gyakorlaton gyerekeink. Ugye változott annyit a képzés, hogy szerkezete, hogy most már közös képzési program alapján együtt dolgozunk, de a gyakorlatra, gyakorlatilag a szakmai vizsgára, a gyakorlati részből a munkáltató, illetve a gyakorlati munkahely készíti fel a gyerekeinket. Amikor ilyen pályaorientációs rendezvényünk van, akkor annak nagyon tudok örülni, amikor a cégek, vállalkozások jönnek és bemutatót tartanak. Régebben tartottunk állásbőrzének, nem mondanám, de ilyen tanulószerződés bőrzét, hogy amikor a kilencedikesek ugye évvégén ágazati vizsgát tesznek, és gyakorlati munkahelyet keresnek, akkor lehetőséget adtunk arra, hogy a munkáltatók eljöjjenek, bemutatkozzanak, beszélgessenek a gyerekekkel, esetleg akár kössenek tanulószerződést, illetve most szakképzési munkaszerződést. Tehát partnerek is lehet rájuk számítani. Ebben elhelyezkedési gondjaik, nehézségeik lehetnek? Nem. Azt tapasztalom, hogy gyakorlatilag, amikor a szakmai vizsgának vége van, megkapják a bizonyítványukat, és rákérdezünk, akkor 90%, de van olyan csoport, ahol 100%-ban azt mondják, hogy holnaptól van munkájuk. Még egy kérdés, és tényleg nem az ünneprontás szándékával, mondjuk azt, hogy a mai fiatalok mennyire veszik szívesen azt, hogy hát azért ez a munkabeosztás, ez az életforma, ez azért nem ismer se hétvégét, se ünnepnapot, se estét, se reggelt.
Nyilván nehezebb. Tehát a mai fiatalok ezt egy picit nehezebben élik meg, de azt látom, hogy aki komolyan gondolja, hogy ő valóban vendéglátós vagy kereskedő akar lenni, az tudja és elfogadja ezt a helyzetet. Nagyon sok ilyen gyerekünk van, aki tehetséges, számtalan rendezvényen veszünk részt, iskolai rendezvényen, városi rendezvényen, és nagyon szívesen jönnek a gyerekek. Segítenek felszolgálni, elkészítik esetleg a menüt is, ha kell. Tehát aki komolyan gondolja, és megvan benne a szakmai alázat, az elfogadja ezt a helyzetet. Igazgatónő, még egyszer gratulálok, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen.